Az Apple Magyarországon is elindította 2019. május 21-ével az Apple Pay szolgáltatását az OTP bankkal közösen. Az Apple Pay már 4 éve, tehát 2015-ben mutatkozott be a nagy közönség előtt, viszont Magyarországra 4 évvel később ért. Kettő bankkal kötött szerződés az Apple első körben. Az egyik az OTP bank, a másik pedig a CIP bank. A CIP banknál később lesz elérhető ez a szolgáltatás. Viszont az OTP bank május 21-től sajtótájékoztatón bemutatta, hogy mától használható a funkció. A mai nap folyamán az App Store-ba az OTP Smart Bank frissült, és a frissítésnek köszönhetően beletették ezt a wallet funkciót. Egyébként a regisztrációhoz nem szükséges az OTP Smart Bank alkalmazás, elég ha belemegyünk a wallet alkalmazásba, ami a telefonunkon előre van telepítve. Olyan telefonokkal lehet ezt igénybe venni, olyan iPhone készülékekkel, melyben az NFC chip bele van építve. Ez gyakorlatilag iPhone SE-től fölfele mindegyikben megtalálható. Ha a wallet alkalmazásába bemegyünk, akkor ugye, amint hazánkból elérhető vált a szolgáltatás, itt jobb felül megjelenik egy plusz jel, és erre rákattintva, rányomva, lehet tovább menni a folytatás gombbal, és hozzáadni a kártyánkat. Lehet ezt szkennelni, de lehet a kártya adatok kézzel való megadását is eszközölni. Nekem automatikusan fel is ismerte már a kártyámat, amikor én az OTP bank alkalmazáson keresztül csináltam ezt a folyamatot, de itt is ugyanolyan egyszerűséggel meg lehet oldani. Az egész arról szól, hogy ez egy virtuális kártya, egyébként az Android rendszerű telefonoknál ez már régóta él, az Apple volt, aki késlekedett ebbe, illetve az Apple mindenbe késlekedik, mert ott próbálják azt az elvet követni, hogy amikor kiformál egy technológia, ők akkor mutatják így be, és lassanként terjesztik el a nagy közönségnek, és körös országok vannak, nem egyszerre aktiválják ezt. Gyakorlatilag ez egy virtuális kártya, amivel bárhol lehet fizetni, ahol érintős fizetésre van lehetőség. A legtöbb helyen most már azért, ha bemegyünk egy vásárlóközpontba, vagy benzinkútra, vagy talán egyéb kisboltokba is, akkor már érintős lehetőség is van. Kevés az a hely, ahol nem lehet érintős lehetőséget választani. Nem kell más tennünk, mint a pénztárosnak jelezni, hogy kártyával fizetnénk. Nem kell külön kiemelni azt, hogy telefonnal fizetnénk, elég azt jelezni, hogy kártyával fizetnénk. És ha home gombos iPhone-od van, akkor kettőször meg kell nyomnod a home gombot, ugye a Touch ID miatt, magyarul az új lenyomat olvasó miatt. iPhone X-nél és attól okosabb telefonnál, tehát az XS-nél és XS Max-nál a jobb oldali gombot kell kétszer megnyomnunk. Lekapcsolt a felvételt, mert kikapcsoltam a képernyőt. Lényeg az, hogy kettőször megnyomjuk ennél a típusnál az oldalsó gombot, a jobb oldali gombot kétszer. Bejön a kártyánk, az arcomat felismerte, és már azonnal oda is lehet tartani az olvasóhoz. Tehát maga a terminálhoz oda tartjuk, és ugyanúgy működik, ugyanúgy viselkedik, mintha a kártyánkat, a chipes kártyánkat dugnánk oda a terminálhoz, és így mivel be is azonosított minket, a meghatározott összeget le is vonja a kártyánkról. Innentől kezdve elvetjük a telefonunkat, és megkönnyíti a helyzetünket, mert gyakorlatilag nem kell kártyát előbogarászni, a telefon meg általában kéznél van. Sokkal egyszerűbb folyamat ez, mint a bankkártyás megoldás. Örülök, hogy 4 év után Magyarországra is elért. Több bank is lesz, akik szerződést fognak kötni az Apple-lel, időkérdése, hogy mikor. Azt hallottam, hogy ebbe az évben csak az OTP és a CIP bank
hajlik erre, és jövő évben lesznek tárgyalások Budapest Bank és egyéb más bankokkal is. Meglátjuk. Örültem, hogyha segítettem a beállításokba, és szerintem használjátok egészséggel.